Tehát az van? Nem. Az a négy taktus, az nincs. Nem. Jó, tehát van a húzás, tehát a... Van a húzás, igen. És... Természetesen a karmesternek mindenre figyelni kell, hol egyénileg bizonyos emberekre, szólókra, de elsősorban az egészet próbálja hallani. Na most nem mindig sikerül, tehát a legvájtabb fülűeknek sem. Itt van még a darab. Egy szimfonikus zenekarban lehetetlen karmester nélkül játszani, és természetesen óriási szerepe van a karmesternek, hogy ő milyen és milyen módon, milyen attitűddel és milyen hozzáállással igazgat és irányít egy zenekart. Mindenki, aki komoly zenekart akar csinálni, ez megtanulja azt, hogy a zenekar az egy partner. Nem érdemes fenyegetni, nem érdemes stresszelni, szeretni kell őket, és őket abba kell segíteni, mivel ők nem erősek. Ők egy szólamot olvasnak. Én meg látom a mind a 40-et. Az az én dolgom, hogy az ő helyét pontosan kijelöljem a dolgokban. Nem az, hogy hogy hozza létre a homogenitást a dolgokban, az együttességet, hogy erősíti a közös akaratot. Tehát azon múlik a dolog, hogy mennyire tanuljuk meg a szakmát, hogy mikor van ránk szükség, és mikor nincs ránk szükség.